Hát, szép jó estét kívánok itt a TikTok nézőinek. Kell az állvány? Lehet, mert itt ez elég sötét, és csak azt látszik, hogy ilyen... Várjál, hozom az állványt. Csak áram ki neki hosszabbítva, hogy világítson. Ja, hogy az ilyen üzi. Hát akkor állvány nélkül lesz majd világítás. Szóval, hogy tudod azt csinálni? Hogy van hosszabbít, akkor be tudjuk dugni. Hadd csináljuk meg, itt adunk neki fényt. Még több. A TikTokon nem is lehet bekapcsolni a vizét. Adom, hogy a hosszabbító az ott van. Szóval onnan van fény, de itt nincsen fény. Nem, akkor nézitek a tüzet. Hagyjad, az jó lesz majd reggel. Igen? Ja. Brooklyn kályha. Szia Attila. Amúgy itt ülünk a tóparton, nem sokat látni, de attól függetlenül igen, a tóparton vagyunk. Még ott is talán a stékből látni. Szervus Kató István. Nem lehet rányomni, nem tudom, hogyan kell itt a TikTokon rányomni egy világítást. Beállítások. Hozzások, németek letiltott, ajándéklimit elérési, csak ilyenek vannak, de hogy hogyan lehet kamerát nyomni, az egy jó kérdés, valamint egy világítást. Kató István, hogy szopik-e a ponty? Hát nem, most mi szopunk tulajdonképpen. Én már láttam, hogy valaki szoptatott pontyot. Nekem is átküldték azt a videót. Ezt láttam. Ezt hittem, hogy kamu, de... Ó, hogy hívják? Hogy az ilyen embernek érted, hogy egy ráspól jelenne meg a ponynak a szájába. Úgyhogy egyelőre még nem eszik a ponty. Most még próbálunk amúgy keszeget fogni, hogy be tudjuk rakni a süllőszereléket. De nem nagyon. Hát én elbosztam már egyet, szó szerint. Én türelmes vagyok. De csak azért bosztam el, mert átadtam a telefont, hogy nyomd az élőt, és nem tekertem. Mert eddig átadom, míg megyek és töltök én is magamnak. Addig mutasd a tüzet, hogy akármit akartam, csak valamit lássam. Azt ja, a TikTok azt tudod, hogy az egy kicsit szabadabb az egész úgy. Igen. Itt lehet káromkodni, ők nem érkezik. Nem, én úgy tudom, TikTokon se lehet. Nem, csak mutogatni nem lehet érteni. De várj, ez TikTok? Ez TikTok? Ez TikTok, igen. Figyelj már, Zolikám, akkor csinálj már nekem egy kis reklámot. Hát csináljad, nyugodtan csináljam. Sanyit kövessétek be. Kissanya 8107, kövessetek be. Hogy tudjak minél előbb de élőzni. De belépsz te is, a te is belépsz, tudod, odaírod, hogy engem tudod hozzászólni. És hogyha bekövettek, akkor tudok majd én is élőzni, ha meg lesz az 1000 követő. Buzi a csóka. Ez nem igaz, na mindegy. És igen, horgász buzi maximum, de nem, horgászfanatikus vagyok. Igazából örülnék, hogyha sikerülne 1000 követőt összehozni, mert most előrukkoltam egy saját kitalálású ízvilágú csalikkal, boily is, meg wafterekkel, és hamarosan szerintem a saját oldalamon meg fog hirdetni egy nyeremény játékot a Kissanya 8107-en itt a TikTokon, hogyha 1000 követő megvan, akkor az 1000 követő között kisorsolok 3 ízvilágú waftert, meg 1 kiló boilyt. És akkor adom oda tesztelésre. Ez most jött ki a gyártószalagról, most teszteljük hidegvízi körülmények között, majd aztán tavasz is, stb. Szerintem jó az ízvilág, majd meglátjuk, hogy ad-e halat. Én most azt próbálom, igazából én most tesztelni jöttem, közben Zoli visszatért. Megköszönöm, hogyha követtek, tényleg. Beléptél közbe? Nem léptem be közbe, de adom vissza Zolit, és akkor... Yeah. Na szóval amúgy ő a Sanya. Sziasztok! Hogy az oroszok be van öltözve. Azt hiszi, hogy hideg van, az közben meg mégis. Na, látjátok a kapás jelzőt? Na, én sem. Szóval, de egészségetekre. Ez egy
A földi boldogsághoz három kell. Vízpart, Csali és én. Meg a forradó. Hát igen, ez, a, ez az én. De jó, hogy elállt a szél. Hozzak neked forradbot, vagy még viszkizel? Mi viszkizek még. Ja igen, azt, amit nem lehet rágyújtani a TikTokon. Igen? Igen, azt nem lehet. Ja, azt nem lehet. Cigizni. Jó. Emlékszel, hogy ki is volt oda rakva, hogy tilos a dohányzása azon a parcellán az egyesen? Jó, amikor ott élő a kamera. Aha. Most is ez van ott, hogy érted, hogy az adás az az kettestégről. A képes láttam egy csomó olyan élő videót, hogy nyomták a cigit benne. De az nem a TikTokon. De. Igen? Igen. Na mindegy, hát most, én most rágyújtottam, mert ittam, de amúgy nem szoktam. Hát meg nem is látszódott, úgyhogy... Örülnék, hogyha összejönne tényleg az 1000 követő, mert tényleg tartalmasan megkölteném élő videóval, pecázással, stb. Hát igen, de hát 1000 követőt összeszopni kurva nehéz. Nekem az egyik haver volt az, aki... A Facebook ismerőseim mind be is követnének itt a TikTokon, akkor szerintem simán meg lenne. Nekem nem Facebookosok követtek be ezzel a legszemben. Na hát látod? De mondom, gyere fel ide a TikTokra legalább, hogy itt legyél, és tudjam mondani, hogy őt kövessétek, légy szíves. Hát kis anya 81-07. Ez így nem fogják érteni. Rányom egy gombot, és sokkal egyszerűbb. Na mindjárt majd belépek. Csak én most még úgy nem tudom becsatlakozni hozzád élőbe, mert nincs annyi követő. Nem élőbe kell, hanem épp ez az, hogy fel kell jönnöd nézni. Ja, értem. Érted? És akkor ott van a neved, és akkor ott van, hogy most is Lajos Katona csatlakozott, szerbusz. Várjál, mindjárt csatlakozok. Közben én is majd lehet, hogy legyullak egy cigivel. Live-ban van az Oli. Aha, itt vagy a videó. Lehalkíthatod, hogy nem jó azért a vízhang. Új az orrod? Na hát! Na szóval itt vagyok élő, de figyellek, nézem a... Na mindjárt beír, írjál oda, hogy hello, engem kövessetek, vagy hogy sziasztok. És akkor már is tudjátok őt is követni. Úgyhogy szeretném, hogyha őt is így bekövetnétek, mert még szűz a TikTokon. Hát is már lehallott, tényleg nagyon szar. Vagy jó engem kétszer hallani is, hogy... Igen. Csak annyit ír be, hogy hello. Nem kell túlragozni. Beírtam. Beírtam, hogy hello, engem kövessetek. Oké, rendben. Néhány hozzászólást kiszűrtünk ebből az élő adásból a közösségi élmények védelme érdekében. Akkor írj be csak annyit, hogy hello, jó? Szerintem nem arra mondták. Lehet, hogy téged szűrtek ki. Igen, szűrnek. Oda írtam, hogy hello. Na, hova írt? Na, most írta, hogy hello, igen, kisanya. Téged szűrtek ki amúgy. Mit írtál? Hello, kövessetek, ennyi. Ja, hát az pont elég ahhoz, hogy hívják, igen, hogy igen. Igen, tudok ennyire izé. Persze, benne van az izé a motorjában az, hogy kövessetek. Ne a te csatornádon kapaszkodjon fel valaki. Ja, szívesen segítek bárkinek. Nekem szóval itt a kisanya 81-07-et kövessétek be, légy szíves, hogy tudjon majd élőzni és interaktív adásokat nyomatni innen a tópartról. Szép alakat fogtam már. Nem is tudom, hogy merre mutassam ezt a kamerát, lehet, hogy megfordítom, és akkor magamat az én szépségemet. Mondja valamit. Várja, kamera átfordítás. Jó, az látom, én... Haha, az én szépségemet lehet látni. Hí, még a hold is kisütött felettem. Na. Igen, ott a hold. Hogy... Sanyi, lehet jönni alapot ásni. Aha. Aztán megjártam egyszer, elmentem. Szóval kérlek szépen, ugye Sanyit kövessétek be, aki itt van. Kis Sanya 81-07, itt feljebb a kommentben el tudjátok a nevét olvasni. Aki eljött hozzám ide most pecázni, és itt ülünk kint a tűz mellett a parton. Mert teszteljük az általam. És rohadtul meg vagyok taknyosodva.
Úgyhogy isszuk. Én iszom a forrad bort, ő issza a viszkit. Lefagytál. Nem, neked nincs, neked. Csatlakozz a wifi-re, lehet, hogy jobban jesz. De mi vagy? Ja, úgy telefonod van, iPhone-os. Srácok, iPhone vagy Android? Szerbusz, Jani! Itt az esti időszakban, itt ülünk innen a parton. Sanyi barátommal. Ha jönne egy keszeg, akkor dobjuk be süllőre. Ha jön egy keszeg, akkor azt mondja Sanyi, hogy engem dobjatok be süllőre. Hát szerintem ez nem jó vicc, érted? Vagy a keszeget akarod bedobni süllőre? Én is szoktam úgy ilyen vicces dolgokat csinálni. Tavaly például én megfürödtem a hideg vízbe, a tóba. Az nem volt hideg, nem volt jég a tetején, na szóval. Adjál és csak már... így pipiskedtél, na. Az, egy fokos volt, hogy beléptem a vízbe, azt lefagyott. Na, neked egy fokos volt nála, meg egy cent is, na szóval. Nem vagyok. Én még előtte jeget törtem, hogy be tudjak menni. Jó, de akkor nem jöttél velünk, szóval mindegy. Hát... De büszke vagyok rá, hogy utána megcsináltad. Csatlakoztál. Csabi barátommal őrültek voltunk akkor. Hát igen, meg volt ez a dolog. De buli volt. Nekem egy teló sem bírta eddig. Android, iPhone. Na, egyik jó. Én az iPhone-nal meg vagyok elégedve különben. Adjon valaki egy iPhone-t, hadd tegyem tönkre. Azt mondják, hogy nem lehet tönkre tenni. Az iPhone 7-esemet 5 évig nyúztam, most cseréltem egy 13-asra. Sokkal másabb a kamera világa, jobbak a képek, édesebbek a képek. Igazából az élőzés miatt is szerettem lecserélni, meg többet is tud a telefon. Én még mindig maradok a Huawei P30-as Pro-nál. Jó kis telefonok azok. Bele tudod rakni a vízbe? Bele, vízálló. Az már vízálló? Vízálló. Biztos? Biztos, másfél méterig. Figyelj, a Huawei a P40-es Lite, ami elméletileg nem vízálló. Csúszik az adás. Igen, figyelek. Ami elméletileg nem vízálló. Nagyon jaszkariztam, érted így a jacuzziba, és így beszélgettem, hogy nézzétek vízálló, érted, és beraktam a vízbe, és rájöttem, hogy az nem a P30-as Pro, hanem a P40 Lite, és így... Jó, fogtam, kikapcs be a izére, egy hét szárítás, működik. Azt hallottam, hogy hogy a sóba rakod, akkor általában az működik, hogy kiszívja. Én meg az izét a kínai, mi az, rizs, az kínai. De ez akkor működik? Én a radiátorra raktam, nekem ja, így is működik, úgyhogy én nem sóztam, nem főztem rizst vele, én a radiátorra ráraktam, azt sókolom. Úgyhogy... Úgy sincs kapásod, hiába is izők lesz. Ott lesz rajta nagy ponty, figyeld meg, egy 6 kilós. Figyelj, úgy itt mennek a botok. Itt a másik botok is be vannak izzítva. Úgyhogy jó, nem sokan vagyunk, amúgy kettő néző van, köztük te vagy az egyik. Szóval azért ezt rakjuk bele, szóval van egy nézünk. Köszönjük szépen, hogy itt nézel minket. Úgyhogy lehet, hogy a nem, mert itt lehet ökörködni a Facebookon. A Facebookon nem fogok ökörködni. A Facebookon a halat mutatjuk. A izének kéne a Csabinak feljönni, mivel közös live-ba lehet nyomni. Csörgess meg! Élőbe? Aha. Várjál, megcsörgetem. Azért mondom, hogy... Csatlakozom be, várjál. Fölhívom. Most kilépek. Rizs. Sanya kilépett. Még így is hárman maradtunk, hallod? Tök jó. Na és hányan követtek be hirtelen? Fölhívom Csabit, várjál. Fölhívom Csabit, hogy beszélgessünk. Na nézzük meg, felhívjuk a Csabit. Ő is egy horgásztárs. Úgy találjátok fent a Facebookon gipszkartonos Csapa, ha jól tudom. Közben én itt melegszem, mert ilyen az öreg szem. Az utolsó pézsemet is rádobtam a tűzre. A Covidokat elégetem. Nekem úgy van, hogy rakos. Rakos parcella. Most hívom. Mondta, hogy élőadásban vagy, úgyhogy ne káromkodj. Szép jó estét kívánok. Figyelj Csabikám, élőadásban vagy. Annyi, hogy gyere csatlakozz be Zolihoz TikTokra, aztán cseverészünk. Tudod, úgy, ahogy múltkorral Zsanival. Annyi múltkor, jó? Úgy legyen.
Na gyere, várunk, és akkor cseverészünk egy picit, jó? Zoli van élőben? Zoli van élőben, csatlakozz rá, és akkor be tudsz úgy kamerával. És akkor én is visszalépek, és akkor tudunk beszélgetni, hallani fogod az éhhangomat is. Meg látni fogod a fejét is. Ja, még tiszta néhány viszki után, de ennyi. És irigykedhetsz, hogy mit csinálunk. Na, lépjél be, várunk. Oké, csá-csá. Na, lép is be. Na, akkor vendég meghívása. Ez még nincsen. Ez igaz, de... Oké. Hamarosan fog jönni a gipszkartonos Csabi. Na, meg is érkezett. Ez olyan gyors volt, hallod? Hát mert én hívtam azért. Fogadjunk ennek a tébe volt. Szabas, Csabikám! Várjál még, még. Igen, várjál, a kamerát be kell kapcsolnia. Úgy, ahogy az előbb, tudod, megnyomod a mentést, tudod, kamera, ízés, mentés. Akkor már látod magad, akkor még nyom meg a mentést. Az lesz, az az. Most a busz előház. Sziasztok! Nézd meg azt az oroszt, érted, a sapkával? Hello, sapkával, az meg. Mondd, das vidanya, mi? Das vidanya, tavaris. Tavaris. Várjál, hogy van az izé? Hogy hívták azt az orosz gyereket? Sasha. Sasha, az az. Mi a számítógép előtt is? Hogy mi van? Nem, a telefonnál ülök a konyhába. Én nem vagyok ilyen szerencsés helyzetben, mint ti, hogy ott horgásztónál ülhessek, hallod? Pedig amúgy neked is van itt helyed. Figyelj, teszteljük az általam megálmodott csalikat. Amúgy, ha közelebb jössz, Sanyi, én nem megyek közelebb, mert közelebb ülök a tűzhöz. Akkor jobb lesz, mert itt van az élő. Ja, jó. Nálad van egy kis csúszás. Gyanús vagy, mert nagyon szeretnéd, hogy közeledjek hozzád. Igen, szia, nekem is gyanús volt egy kicsit, hogy ilyen dolgokat kérdezik. Közben, akik itt vannak, a Sanyit, az kövessétek már be, hogy ő is tudjon már élőzni. Itt az, aki ott ül azon a széken, őről van szó. Tavaris. Jön vissza, hát jön vissza a helikopter. Nagyon sokár vagy így a kamerán keresztül. Ugye? Én is azt mondom, annyiakos sajnálom, hogy ha nő lennék, magamban szeretnék. Jön a helikopter. Ezzel mondom, jön vissza. De csak az Zolit figyelik, bazdnek a belső ügyosztály. Hát engem mindenki figyel, nem csak a belső gyosztály. Még az utolsó is, mi? A navasz szó szerint kivonult, hallod? A navasz szó szerint kivonult. Kivonult a nav. Sanyi, figyelj már oda, majd nehogy elvigyék az ufók, mint a izét. A patak hit, bazd meg. Az a gond, hogy ezt nem vitték, nem visszahozták. Engem, ha elvisznek, nem szabadulnak tőlem. Holnap nagyon oda kell figyelnem ezt, mert... Visszahozták 5 percben, ha visszadobnának. Visszahoztak, ami 50 ezer évvel ezelőtt volt itt. Ilyen egy zöld üstök, és holnap vigyáznom kell Zolira. Még a mellvénye miatt elviti a végén. Zárd magad a hálószobát, Sanyi. Milyen gyógyszert vitt neked a Sanyi? Mert? Mert állítólag beteg vagy. Hát itt töltögettem a jaj, a dolgokat. Na, most már vörösi lesz. Na, kocincsunk már egyet akkor hárman. Nehogy azt mondjátok, hogy ezért vagyok. Na, töltsél akkor, Sanyi, mert kocintani akkor a... Várjál, töltök, viszkit! Az a porra. Azt mondja, hozom a poharam, azt értem meg. Hozom, csak közben az asszonynak írtam, hogy nyugodjon meg. Hozom. Nézd csak, Csabikám! Én most nem, tudom, nem, hogy... Nem, téged nem mutat. Tudom, hogy te nem vagy ennek híve, de ez viszki. De... De van, ugyanilyen van nekem egy üveggel a kocsiban, még fél üveggel, majd legközelebb elfogyasztok. Van pálinka is. Én hoztam két üveggel, az a biztos. De az Oli azt tudod, hogy milyen. Rám vagy, azt megissza az egészet. Ez rászorod, ez olyan, mint egy szivacs. Hát úgy beütnöztem, hogy kurva melegem van. Egészség.
Egészség. Lesz sok pálinkától, egészségetekre. Egészség. Mázoltról most ledobni és eltaposni, mi? Oroszok, eldobjuk a poharat. Ja. Bedobol a vízbe. Mi a helyzet, Csabi, amúgy? Mikor jössz pecázni? Hát még nem tudom. Várom a jó időt. Azt tudod, hogy év februárban lesz egy verseny. Köszönjük, Armúgy Ilona. Lesz egy verseny. Na. Farsangi, Zoli már itt nekem mondta. Szóval, hogy mindenkit felhívok, hogy gyertek. Vagyunk négyen, úgyhogy ebből... Nem is kell több, elég. Nem kell több, elég. Hatalmas buli lesz. Farsangi horgászás. Igen, a biztos kell eljött. Hogy nem eljött. Hát figyelj, ja, képzeld el. Képzeld el, majd Zolitól, benn van most itt az apartmanban, kaptam egy oklevelet. Na. Hát már régóta rá már értem, várja, már egy hónapja itt van. Mindjárt kihozom és megmutatom, várja. Mutasd. Egy hónapja várja már végül is, csak ugye közben jöttek a dolgok, úgyhogy nem tudtam átadni. Dátum szerinti oklevelet kapott. NATO. Dátum szerint, hát figyelj, napnál kötelező érted vezetni a izét, a dátumokat, meg a percre pontosan mindennel elszámolni. Úgyhogy ez így. Ki tudja, mi lakozik benned? Na, hát én ezt kaptam. Így látod? Eskarában súcsnyú martját, várja, megfordítom a izét. Oroszul van, várja. Videó tükrözése, elfordítás. Így se jobb az, csak így annyi, hogy te vagy teleti a jobb oldalon most. Most én leszem jobb oldalon? Nagyban más, azt, nem, most jó volt, az előbb már elbírtam majdnem olvasni a nagybetűket. Ja, jó, oké, akkor így. Így ért az olvasni? Egyszerűen, hogy lefordítod. Várjál, akkor elmondom. Amver 2 nagyban más, Tiszakécske 2022 oklevél, Kis Sándor részére, ez az én személyemre, az év utolsó hala megfogásáért, fogási időpont, 2022. dec 31, 23 óra 58 perc. Az igen, bazony. És ugye itt amit látod, itt nagyon ott sokan vannak, nagyon sokan vannak itt horgászok, akiket így lehet látni, de egy ember van kiemelve közülük. Az a Sanyi. Igen. Az igen. A Sanyi, igen. Ezt kaptam, mert mondta Zoli, hogy jár annak az utolsó évhalát, aki megfogja, ennyi. Azt honnan montíroztatok halat a kezébe? Mi? Hát én fogtam. Hagyjál már! Én fogtam. Hát olyan büszke vagyok erre az oklevélre, megy a falra. A dicsőség falra. És akkor január 1-én, mert... Hallod, komolyan én tapétázok náluk. január 1-én, mert megfogtam az ezért tokot. Na, az a kemény. Ja. Ja, hú, közben csörgök. Már bele kell dobnod egy... 15 kilós. Én tapétázok náluk, én csinálom, ha érted a díszítéseket, érted, hol érem, hol serleg, hol valami, szól azért. Ja. Most már nálunk is kopasznak fel, az a baj. Most már neked is kéne valamit fogni. Tudod mit? Csinálunk egy versenyt, és az lesz a verseny vége, hogy rakóspecával fogod halak. Ja, igen. De lehet, hogy nulla lesz, bazd meg. Hát ahogy mostanában szoktam horgászni. Nem érted, hát most azt nézzük, hogy csak az számít, amit rakos bottal fognak. Vagy szenior kategória. A többiek azok nem tudnak akkor mit fogni, érted, nem rakossal horgáznak, úgyhogy ahhoz... De elég, Zoli, hogyha szenior kategóriát 50 fölöttit indítasz, és akkor én leszek a győztes. Ja. Nem biztos, már vannak itt az öregebbek is. Hát, hallom, most jönnek a nyuggerek is majd. Úgyhogy ha már így rákérdeztél, hogy micsodát rákérdezett a Kató István, hogy Sanyi Navos. Ja. nem csak rossz helyen dolgozik. Nem biztos, hogy rossz helyen dolgozik. Elég el. Figyelj, Kató István, jó társaságot kell körbevenned magadat. Biztos. Azóta Csabi is már úgy feltörekvett a vállalkozásra, hogy öröm nézni. Nézem amúgy, te mi az a izé, amit itt csinálsz, hogy leszórod a kavicsot, aztán izé rápakolod a gipszkartont, aztán az ajánlólap? Az izé a szárazpadló.
Oké, hogy száraz padló, érted? Nekem az kavics padló, az nem száraz. Úgyhogy... Hát az egy ilyen eszik, de nincsen benne víz, nincs nedvesség benne, valami nem tudom milyen anyagból van, teljesen szárazon kell elhúzni. Fakíróknak van. És izé megy rá, ilyen nem gipszkarton, de gipszos lap megy rá. Ilyen nagyon kevesen csinálják az országban, aztán most megpróbálunk rászaladni majd arra. Azért néztem én is, hogy aztán mondom, ebben még én is látok fantáziát, hogy érted, köveket taposunk be, az meg gipszkartonnal. Jaj. Hallottam, megsüllyedne, hallod? Nálam sziklákat kell arra rakni, nem köveket, hogy megtartson. Nem, most fogytál, most össze vagy szakadva egy kicsit, azt nézem. Hát figyelj, azért bennem paliben. Nem telibú mutatott. Nem az arcos, mint a benne. Azért, mert most úgy csináltam a izét, a csíkokat, hogy hosszú kárba van, és akkor egy kicsit nyúlik az arcom. Tudod, ha le vagyok borotválva, akkor, meg ugye be vagyok nyakig öltözve, így a tokám nem látszik. Látod? Aha. Ugye? Igen. Így már másabb a helyzet. Csak össze van zuhanva, össze van zuhanva, Zoli. Össze van zuhanva, Zoli. Most nem 120 kiló, csak 118. Ja. Mert ez nem igaz. Zoli sose volt 100 kiló. Tényleg, Sanyi, ha ne reklámozzuk azt, hogy na most Sanyi, biztos, hogy bekövetnek téged. Hát, jó lenne. Így... jó lenne, mert kapnak egy jelenős, nem? Viccetem. Érde, mindenki. Én nem csak így írták, hogy ezt ne reklámozza, mert az összes vállalkozó kiköveti. Hát szarok én a vállalkozók. Már ki is követtek, nézd. Nézd, ez semmi köze ahhoz, hogy én mit dolgozok. Ja. De várják különben, aki kiköveti, azok számítsanak majd egy komolyabb ellenőrzésre, úgyhogy azonnal bevesültek vissza. Aki nem követ be, az minden ellenőrzést kap. Ennyi. Ennyi, bazd meg, így kell. Ez hívják, hogy a hatalommal való visszaélés. Nem, csak vicceltem. De amúgy komolyan, ő viccelt, én komolyan mondom. Úgy, jó, hogy... nézé van, mert pénz kellett. Aki nem követi, annak kapter, bazd meg. Annyi. Csabivel kapott egy ellenőrzést amúgy tézen. Tényleg, Csabi, kaptál ellenőrzést? Nem az Bélem. Hát én kapadok, ja, én még... ja, a Csabi nem tud róla, vagy te nem tudod. Na én már láttam a szábla számait, meg se többi. Ja? Tegyetek már rá valami összeget, hallod, mert nem nagyon van. Hallod, azt üzen, hogy tegyetek rá összeget. Az a baj, hogy így is túl sok van rajta. Nem sokáig menni el vele, hogyha levennéd róla, hallod. Csabikám, én még egy parcellát ki tudnád bérelni. Csabikám, én védelek, ahogy tudlak. Mondtam, hogy ez egy ártatlan ember. Nézzenek már, de kopasz is, szakállas, alig él. Lógálunk és védünk, ez az, nem? Vagy nálatok, hogy van? Nem, mondta, megkérdezték tőlem, hogy rokonom, mert hogy kis Csaba. Mondom, persze, akkor itt hagyjuk. Mondom, oké, így van. Mikor veszel a nagyon nevedre? Nagyon helyes, várja, mikor veszel a nevedre, Sanyi? Hát, az kemény pénzeket kell perkálni. Nem, viccelek. Becsületes vállalkozókat nem csesztett senkit. Alatt. De nem vagyok becsületes vállalkozó. Nem mondj már ilyet élőbe! Ne mondjál már ilyet élőbe! Bla, 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 bla. Tudom. Én iszok is egy viszkit. Én becsületesen mindenkinek kiállítom a számlát. Az elég? Na, akkor jó, akkor becsületes vagyok, na, úgyhogy. Na nézzek, már hoznak 1000 követőt Sanyinak. Csaba, mikor mész horgászni? Hát minél előbb szeretnék. Figyelj, fogd meg magad, holnap szabadskálulnak, elméletek főnök vagy, Sanyi itt van. Ez mi van itt? Tűz! Hallod, 30 fok van. Hát mi lett? Hát meggyújtottuk az izét. Végre, figyelj, Sanyi eljött, kérem, Csabi. Elnézéseket kérem, srácok, de én holnap reggel, ahogy föl kell a nap, sőt, még sötét belindulok Tiszakécskére. A főnök azt, hogy itt ül velem szemben, és azt mondja, hogy menj. Nem, mert. Nem? Nyúl vagy. Na, nyúl vagy. Akkor gyere. Na, Csabi, gyere már, várj. Én az asszonynak nem merek ellent mondani, tudjátok, srácok. Tehát holnap esti csatlakozásban ott lesz a kérdés. Dávid, te is jössz? Figyelj, tudja nagyon jó, hogy itt vagy, érted. Csabi, úgy, Csabi, akkor lejössz? Hát figyelj, azt mondta Erika, hogy mivel látja, hogy ilyen kedves emberek invitálnak, és ilyen jó társaságban leszek, vigyáznak rám, meg minden, nem lehet bajom, képtelen vagyok elindulni. És még, fűtött apartman is van, sőt, szóval. Sőt, nekem kell egy jobb.
Ez a baj, bosszátok meg. Hallod, Zoli? Látod, ez a gond veled. Hallod, Csabi? Csabi, a holnap lejössz, adok egy kis csalit. Hát akkor lemegyek mindenképpen. Na. A bazen most nem ittam volna, pálinkát most elindultam volna most. Hát akkor így dúlja-e? De nem volt pálinkát. Hallott, nincs rendőr az úton, csak mögöttem jött négy, mikor jöttem. Mögöttem betartottam a sebességet, tudod, ezek beálltak mögém. Hát mondom, kurva anyjukat, mondom, mit akarnak ezek, tudod, és akkor mondom, kicsit följebb megyek sebességbe. Lemaradtak, hála jó Istennek. Mennyi, 180-nál elmaradtak, mi? 160-ra fölgyorsítottam, aztán lementek a lehajtónál. Tudták, hogy kivel állnak szemben. Üzemanyag stop van, nem nyomhatják a gázt. Ennyi. Be vannak korlátozva. Érted? Beszéljünk a halakról, azt mondja Erika. Erika, csak szeretném jelezni, hogy én az egyik leghűségesebb követő vagyok, mindig lájkolom a videóidat. Sőt, már ajánlottalak három csajnak is. Figyelj, Erika, mivel a Csabi nagyon kevetett ott meg, ezért nem tudom, hogy miről beszél a Csanyi. Ugye az, De amit megoszt, azt én is lájkolom. Ugye az Erikát kövess be, Erika Kordás, műkörmös. Tudom, hogy műkörmös, de a Csabi keveset oszt meg. De tiszta, hogy van az Erika. Ezt nézzétek, itt a kis vagy. Mindjárt megmutatom, milyen piros a körmöm. Szia, Csabi! Szia, Zotya! Holnap jön a Csabi, mit szólt hozzá? Zotya! Mondd már el, hogy kik a legjobb emberek, a gipszkartonosok. Mondd el, hogy kik a legjobb emberek. Nem, a navosok, mondd azt. A navosok. Mondd azt, hogy csak navosoknak nem mondja semmi. Mit adtad olyan legjobbat? Ez az, jó van, Zotya. Holnap viszek neked egy pálinkát. Jó van. Na mindegy, igazából én Erikát követem. Sőt, már három csajnak ajánlottam is. Akkor az hogy megkérdezte, hogy mit ajánlgatok én nőknek más nőt. De mondtad, hogy ez csak szakma. Ez pusztán izé szakmai kérdés. Én remélem Erikának, hamar az 1000 követő. Hát, majd én is bekövetem akkor. Most mennyi 13. Na. Hát én sem vagyok jobban előre. Figyelj, várjál, kezdje úgy, hogy ne a lábakat mutogassa, hanem magát. Azonnal egy nap alatt meg lesz az 1000 követő. Elmondom neked, hogyha Erika főtenne egy ilyen fürdőruhás képet, azonnal másnapra 1000 követő. Hát ezt mondom én is, ne a lábakat mutogassa. Utána lehet szépen a lábakat már mutogatni, de először a marketing. Ja, mitől jó. Az a baj, hogy én meg izé vagyok. Akkor te rak fel magadat, tudod? Hallod? Nekem az a tapasztalatom, hogyha valaki megmutogatja magát fürdőruhában, másnapra 8-10 ezer követője van, hihetetlen. Sanyi, meg ha valaki hülyeséget csinál. Várjál, Zoli, Sanyi, figyelj, mikor megmutattuk magunkat, mikor fürödtünk a hideg vízbe, fürdőruhában, alig volt követőnk utána, bazd meg, visszakövettek minket. De azért, mert én rajta voltál, várjál, azt ne felejtsd el. De igen, én elriasztottam. Bár mondjuk múltatban fürödtünk a tóba, a Zolit bekövették plusz 10 000. Ja. Egyébként csak röhözött a csomagból. De utána fasz a gyerek volt, mert utána azért megmutatta, hogy nem olyan tápos csirke, mint ahogy gondolt. Azt mondta, hogy mi voltunk tápos csirkék, mert meleg vízbe mentünk be. Hát meleg vízbe mentetek, nem volt jég, nekem utat kellett törnöm a vízfelszínen. Szóval valami, jó, hát a jégbe gazdag ott a járkárt a tetején. Várjál, kézzel, hogy Tabi! Na mondjad! Nagyon lett legjobb... a hőidőfon! Mit mondj? Nyáron! Hogy is lett? Nyáron lesz a szülinapom! Nagyon helyes! Amúgy nagyon a többieknek, helyes. Közben lássátok, hogy be vannak dobva itt a készségek, úgyhogy várjuk, hogy bármikor elsüljön. Itt ránkolva a gatya itt a tűz mellett. És közben a Csabit már nem kell fűzködni, mert ő is holnap el fog indulni, és akkor jön horgászni. Szögre hát, akasztja ki. Nem merek a navasoknak ellen mondani, úgyhogy muszáj lesz mondani. Nem, ezt meg kell tenned ezt a lépést most. Úgyhogy végre itt van, végre egy kicsit. Ja, most élőben elmondtam ezt, akkor most már nem csinálhatok seget a számból.
Ja. Szerbusz Tibi! Végre te is! Hogy vagy, drága testvérem? Még mindig baján? Újra csalizol? Hát mi, ezek a keszegek, ezek már elaludtak, úgyhogy... De már azon gondolkodtam, akkor nekem nem is kell csalit vinnem holnap, mi? Nem kell csalit hoznod holnap, úgyhogy pálinkát hozzál, érted? Azt kell csak. Fé, van még egy olyan fél liter nekem, amit oda tudok adni, mert én most izé forralt borozok. Na várjál, most láttatok volna most az összennek az asztát. Ilyeneket csinált, hogy ésszel. Mint ha máskor nem ésszel innen, nem? Persze, hát mondom, ésszel forralt borozok. Én nem iszok forralt borba, azt akartam, úgy fájt a fejem. Oké. Szerintem meleg van. De figyelj, Zoli, addig át ki a kecskét, amit Mutko eltemettél, azt akkor holnap megfőzzük. De van a fagyasztóban, érted, másik. Na, nem kell, nem akarok kecskét enni, megmondom őszintén. Felesik. Az már belement. Na mi van? Fogott a Sanyi halad? Adjad, majd reggel. Figyelj, már jelentkezzetek, nem meg vagy értél felé a jacuzziból ketten. Nem merünk live-ozni a jacuzziból ketten? Biztos, hogy nem. Arra gondoltam, igen. Elment, hagyjad. Nem baj, majd arra kipogni. A jacuzziból én nem megyek bele. Úgyhogy... Ahhoz nagyon sok, hogy hívják, ilyen virágot, meg nem tudom micsodákat kellene itt a TikTokon küldözgetni az embereknek, hogy mi a jacuzziba live-ozzunk ketten. Nem lesz az a gond. Mondja a Sanyi, hogy nincs fejlámpája, és hogy azért nem. Oda nem kell fejlámpát, oda lehet fények vannak bent az éve. A romantikus szobában hallott. Ha ingyen megyünk be, aztán nem kicsi zép. Te honnan tudod? Hát mutogatva láttam a képeket. Jaj. Csabi nagyon óvatosan tekik a másik végére. Várjál, kérdés az, hogy a pálinka miatt, vagy az asszony miatt? Én vagyok az úr, én hordom a nadrágot. Persze, bent az a parcsa. Mindenhol a nő a főnök, hallod? Hozd már ki. Mire kell? Hát csalizni, mert nem lehet, hogy a horgot. Várja, itt van. Ügyes vagy. Ez a kókusz. Kókusznak a izé. Ananász. De a csontire fog jönni a hat. Nem. Mert spróbálok, ha látnék valamit. Az Péter? Igen. Kettőnk közül... Igen, a reklám helyen. Meghal a horgon. Jó van már. Nyugodjá. Azok, hogy nem jött ki a vízből, de volt hal. Te is láttad. Láttam, persze. Semmit. Kapás van most is. Mert te mozgatod itt végig. Igen, Csabi, BBBB, tudod? Jó. Ja. Nem. Nálam a... Tudjuk, hogy a BBB-ben, Jussi. Két lehetőséged van. A örökre együtt van az asztalnyi, és akkor mondja az ügyen, BBBB. Én azért szeretnék együtt maradni vele. De hogy szokták, hogy énekelt a számból Jimmy? Egy jó asszony, minden megbocsájt. Azaz. Az első kereket, új motor van a kocsimba, úgyhogy igazából semmilyen akadály nem. Van pályamatricám is, úgyhogy. A sertán mit mondod, azt majd elmegy dolgozni helyettem. Jó, az működik. Oké, az is. Bazd meg, Dávid, vedd csak elő onnan a fiókból, megjöttek ott Kínából a világító kapás jelzőim. De el fogom felejteni, tedd csak oda a kóla mellé. Egy adagot vegyél már elő.
Becsavarodtál? Most nem focizunk. Kicsi. Alá kellene írni. Te aláírni. Ja. Jaj, neked is van. Sok. Határeset. Neved, ott a neved, ide az aláírásod kell. Jó, és a cím. Normálisan írjál meg. Erika, hogy kordába tartja Csabi? Hát alá kell írni. Mit? Valamit, nem tudom. Csabi, ne írjál, semmit az Erika. Most itt amúgy szerződést. Várj, mennyit itt áll, Csabi? Csabi, mennyit itt áll? Hallod, most itt amúgy szerződést. 10 éves szerződés. Várj, az atya. Azt mondták, hogy alá kell írnom a szerződést, hogy a másfajta csalit nem használok. Csak az enyémet. Csabi, hűtőhoz odaférsz? Mennyire vagy túsz? Oké. Okay. Ugye az üvegtigrisben volt, emlékszel? Én nem láttam ezeket, én nem szedem azt a filmet. Ah! Bassz meg! Egy kult film! Csabi, mennyire vagy túsz? Csabi! Hűtőhöz odaférsz! Csabi, soha ne írjál semmit, hogy az asszony eléd rak. Ez a lapszabály. Akkor vége a vagyonodnak. Na hát az enyémnek már régen vége, bassz meg. Te tudod legjobban. Ja. Az a szerencsé, hogy nem is volt, és így nem tudok történni vele semmi. Adja meg magad, én úgy láttam a számlák alapján, hogy tele vagy léve. Nem az én, akkor valami névrokonom lehetett az. Hallottam, hogy ez a izé, Sefa is bekövetett téged, vagy Sefa megjelölt téged egy izébe. Kommentben múltkor, hogy a gipszkartonos Csabi, hogy a hangszigetelés, meg stb. Én szoktam nézni a Sefát. Csak az a bajom ezekkel, hogy hiper-szuper jók, amit csinálnak így a vállalkozók, meg stb. De szerintem kicsit azért úgy olyan, mint hogyha csak az a jó, amit ők csinálnak, nem? Nem, különben nem. De. Nem. De. Mert van más módszer is, ami működik. Ők kicsit az a baj, hogy elmész valahova, és árajátot adsz, ami jogos, amit ők mondanak, ne felejtsd el. Nem lesz munkád. Olyan ára álljön ki. Érted? Néha kell az arra. Figyelj, igazából náluk is úgy van, hogy mondanak. Figyelj, jó megoldás az azt, amit ők mondanak, szerintem. Az a jó, amit ők mondanak. Kérdés az, hogy a megrendelőnek mennyi pénze van hozzá. Jó, csak nem? Az a baj, hogy bármerre megyünk, amilyen helyekre megyünk, olyan munkák vannak, baszki, amiket ki kéne, mondják, hogy javítsuk ki, meg ezt ki csinálta, meg azt csinálta, olyan munkák vannak, hogy azt mondasz, hogy ilyen nem is létezik. Tényleg? Olyan elbaszott munkák vannak, hogy azt mondod, hogy nem létezik, hogy így elbaszta valaki. Tehát ilyen hülye legyen valaki, aki szakembernek mondja magát. De várjál, de ti könyves után vagytok. Nem a burkoló után. De mindegy, de hát az láttunk, hogy burkolásokat, és azért kérdezek a Dávidot, az olyan burkolásokat láttunk, hogy azt mondod, hogy ennyire hülye nem lehet valaki. Tehát, hogyha ha még megiszol még két üveg viszkit, bekötöd a szemed, akkor is szebbet raksz. Az biztos, a 100%. Sőt. Jó. Figyelj, én szerintem én szépen dolgoztam, akárhol voltam eddig. Vissza nem hívtak egyszer se, hogy javítani kéne. Nem mertek, bazd meg. Még az is lehet, de amúgy én nagyon csípem például nekem nagy kedvencem amúgy a Sefa, kerítés doki, meg ez a Guadalupe-i Szent munkás, vagy mi, én imádom őket. Az a csáv az hülye. Nem csípem, én nagyon csípem őket amúgy, én nagyon csípem őket, és sőt, hozzáteszem, én már tanultam tőlük egy csomó mindent, amit szerintem érdemes alkalmazni, és nem egy rossz dolog. Hozzáteszem. De ez ugyanaz, mint tőled is, hogy figyellek téged folyamatosan, és most már érzem azt, hogy képes lennék főtenni egy 30-30-as giszkarton mennyezetre.
Amúgy jössz nekem még egy iszkartonozással, tudod? Ja, igen, igen, de elment most a hang teljesen. Aha, ja, persze, persze, amit megígérsz, az elmegy, mi? Aha. Ez a szelektív hallásszindróma, tudom, papám volt ilyen Isten nyugosztalja. Ahogy kellett volna, nem hallott meg. Jaj, szegénykém. Próbálj, hogy kérlek most... egy üvegpálinkát. Kérsz egy üvegpálinkát? Persze, Sanyikám. Gondoltam, gondoltam. Amúgy azt tudod, hogy a Isten nyugosztalja megboldogult papám, tudod, kire hasonlított? Louis de Finesre. Megvan a fitó? Tudom, melyik mi? Az a dobbantott, amikor fogta az izéket. Munkász a pártba, a csendőr, egy csendőr filmek, meg van? Meg. Egy jó magas... Nem tudja ki ez a Louis de Finesz. Ah. De egy kicsit, hallod, egy kicsit te is hasonlítasz a nagyapádra akkor. Nem, állj, messze, hogy a Louis de Finesz. Én egyedi vagyok. Nem, én egyedi vagyok, Csabi, egyedi. Az biztos. De figyelj, mert szakmázunk egy picit, akkor horgászattal szem. Te, mint rakós botos, milyen csalit használna ebbe a hideg időbe? Paprikás, jaj, kókuszos, paradicsomos, nokkellék. Nem, milyen hülyeséget mondtam. Kiss the fishing csalit. Kizárólag a kiss the fishing csalit. Használnék ilyen fagyos időbe, és akkor lenne eredményes a horgászat. Mondjuk azért megmondtam volna, hogy a Dolit fölkészítetted volna egy búvártan folyamra, hogy akarogasson egy pár halak föl. Nem kell, mert jönnek majd a halak. Csak most nem a saját helyemen vagyok, de holnap reggeltől visszatérek a saját helyemre, és majd ott jönni fognak, én érzem. Én is érzem. Előveszem majd a kis, de fishing kukoricámat, ami ott rohad a kocsimba. Figyelj, a csali neve Kiss the Fish. Csók a halnak. Kiss the Fish. Érted? Erika milyen jót rögött? Mi adjak neki izé? Whisky forever, vagy mi? Érted? Whisky örökké, vagy mit adjak neki nevet? Nem, Kiss the Fish. Kiss the Fish, mert vagy Kiss, K-I-S-S, mert angol úgy hívják a csókot, hogy Kiss. Hello, Dávid. Igen. Dávid, Féderre, neked nyomok egy pár csalit majd. Jó, köszönöm. Milyen Miklósról jössz? Hogy? Bár-e valaki írta, hogy Miklósról viszek neked egy üveg hazait. Látod, ilyenkor milyen jó a szemem, bazdmeg? Figyelj, én lehet, hogy visszaadlak Zolinak. Nem. Várj, Zoli éppen szabál. Megéhezett. Látod, amikor mondtam, hogy össze van esve, be van esve az arca, le van sományodva. Úgy néz ki, hogy egy már, jó. Hát az etiópok, ha így nézné neki, bazd meg, akkor nem volna a világgazdasági válság. Na mindegy. Nem, nem hiszen hiány Etiópiában. Hallod, egy vizével azért kövekedne, hogy nehogy szél belőle a vízbe. Figyelj már, hogyha már etiópokról beszélünk. Van egy ilyen etióp, igazán geci viccem. Hogy jön le az etióp gyerek a fáról, azt tudod? Így, ez az, így. Így, mint a falevél. Úgy. Hát nagyon vágott te ezt. Zoli, meg és így. És szóval ízé, melyik a legfiatalabb favic? Ja, Ádám. Micsoda, melyik? A legfiatalabb favic. Ahol nem tudom. Szinte még csemete. Micsoda? Szinte még csemete. Favic. Zoli mond neked valamit, figyelj. Ne, tőle kezdem is a legkisebb favic. A legkisebb favic. Cserje. A legkisebb favic. Az a fűrészpor. És a legrövidebb? Legrövidebb favic. Aha. Na jó. Hallod? Zoli inkább egyen. Szörnyi kezdi törni a magyart. Igen, azt észrevettem én is. Ott teszik. Hát látszik, hogy francia ősei vannak Louis Le Funé, meg mit tudom én, tudod? Ja. Hallod, hát hol van a vörös csillag a sapkádról? Vörös csillag? Hol a vörös csillag? Én nem vagyok orosz párti. Ezt a sapkát, ezt képzeld, de akkor vettem, mikor Norvégiába mentem horgászni.
Én voltam Norvégiában horgászni. Tényleg? És fogtam is, képzeld egy ilyen 5-6 kilós halat. Norvég halat. Nem Norvég hal. Á, olyan izé vagy. Milyen halat? Viszont ezt a mi a... Lepényhal. Nem. A Norvég hal, hát én nem fogsz lepényhalat. Lepényhalat fogtam, és képzeld egy levest. És képzeld egy levest csináltak belőle. Elmegy Norvégiába. Hát ott hiába beszélek, nem figyel rám. Figyelek. Figyelsz, te tudod, Hoffa, figyelsz. Így ebben a szóval telefont a vírbe. Lepényhalat fogtál, vagy lepényhalat fogtál. Igen, és képzeld el, levest csináltak belőle. Levet. Hogy neki a srác, az olyan lefoglalt repülőjegyen mentél. Micsoda? Lefoglalt repülőjegyen mentél. Igen, le volt foglalva előre, képzeld, de... Nem úgy gondoltam, hanem, hogy lefoglaltátok valakitől, bazd meg. Nem. Ja, hogy arra gondolom, nem. Figyelj, én civilbe, én nem navozok. Az a munkám, az ott van. Itt ez nem erről szól, szerintem. El kell válaszolni a kettő dolgot. Nem, így van, Csabikám. Így van. Én még éjjel... Hát, hogyha nem válaszolnám, akkor Csabit már megbasztuk volna többször is. És az a tó se üzemelne, csak úgy ennyi. De mindegy. Nem erről van szó. Poénkodunk el. Most már hiába szabadkozó, megy a navellenőrzés, Pityám. Isten. Hát, hogyha véletlen kapsz, nem az én hibám. Nem, biztos nem. Csak úgy mondom, hogy a TikTokot is figyelik a navosok. Hogy ne figyelni, mindenki figyeli, a rendőrök is. Mindenki figyel mindent, igazi kis buzgombócsink köcsögök, nem? Hát most miért? Nem szégyen szídni a szervezetet, ahol vagy. Szólás szabadságban, nem? Azt mondták, ennyi, hogy demokrácia ennyi, van. Állítólag. Ennyi. Figyelj már! Erikának most hány követője van már? 38, 40? 13. Még csak, azt nem hiszem el. Ja, most már rájöttem, hogy mit fogtál Norvégiába. A Rio Mare konzervet. Azt nem, mert azt nem ettem. Azt nem, de viszont ettem izé rénszarvas burgert. Na. Ha, 1000 év, bazzeg átszámolva. Várj, nem biztos. 30 ezer volt a rénszarvas burger átszámolva. Azt nem sírva fogadom. Ezt nőtték le azt a rénszarvast? Igen. Az Zolinál is ettünk olyan hamburgert, hogy ki tudja, mi volt abban, bazd meg. Ugye? Ennyi. De ettem, voltam a Norvégiában, ugye, voltam a... Ugye, harcsából csinálom a szürke marha burger. Voltam a helyi törzslakosoknál, a számi törzsnél, és ott ettem rénszarvas gulyást. Baromi finom volt, nagyon jó volt, bográsban csinálták ott. Aztán ott izé, azt mondta az egyik kölök, hogy kihív engem ilyen lasszózásra. Agan csak kell dobni lasszót. Mondom, hogy nem tudod, kit hívták, egy kis csótány, mondom. Aztán ezért levertem, mint a szar. Az kiderült, hogy ez valami helyi bajnok, bassz meg. És mit, te tudsz lasszót dobni? Ja, én tudok lasszózni, képzeld el. És a télapó az mit szól? Hát mert benne van a vérem, bassz, hogy őtlakos vagyok. Ja, hát te lapföldről származol, bassz meg. Minusz 10 szóban nekivel. Várja, Sanyi. A télapó az mit szólt, hogy megetted a Rudit? Sírt. Átadom vissza inkább. Megeszi a télapónak, érted, a Rudolfját. Utána még László bemutatotta. Komolyan, Nesze neked kinyírja a karácsonyt azonnal. Na most jár, én is. De igen, végül is pótolta, végül is átvette a szerepét. Nem, meghívtam. Mi az? Nem lát élő adásba. Azt már tudom. Nem lehet csúnyán beszélni? Nem. Hogy hívják, Olli? Na figyelj, Csabi, hogyha megvan az 1000 követőm, akkor megkérek mindenkit, hogy kövessék be az Erikát. Kató István, jó. Figyelj, jó napot, holnapra vinni tudtam volna a viszkit. Viszkist, vagy viszki, visz...
kit is. Jó a pálinka, nem kell. Várj, a kérdés az, hogy a viszkist tudja holnapra hozni, vagy a viszkit tudja holnapra hozni. Mind a kettő jöhet. Mind a kettő jöhet, oké. Reklám. Ja, jó reklám lenne a tónak. Csak a kasszát zárd el. Nem kell elzárni, nincsen benne semmi, érted, szóval maximum bele tud pakolni, nem kivenni. Amúgy lehet pálinkás, meg viszkisolat is készíteni, gondolkodok rajta. Hát ugye, mind a kettő, a pálinkás is, meg a viszkisol is. A pálinkás csali az jó, azra én megyek, hogy kapok. Az a baj, arra csak ne harapná. Igen, az a gond hamar elfogyna. Amúgy meg, hallod, figyelj, tudjátok, van a pálinkás kukorica. Na várjál, hölgyeim, hogyha holnap lemegyek, na, gyere, akkor megmártozzunk a vízbe. Meg. Várjál, átfordítom a kamerát, hogy... Ne fordítsd le, bazznak, hanem mondd az őszintét. Hogy jössz holnap? Ha hogy nem mennék, hát meg van beszélve. Most nem hallok semmit. Reggel 8 órára ott vagyok. Reggel 8 legkül. Órára itt van. De már lehet, hogy hétre. Korán kellek azon mondom. De azt üzeni, hogy mikor meg kell menned a vízbe. Mikor nyit a Penny? 6 órakor. Jó. Akkor már addigra ott leszek. Tudjak valami kaját venni. Kaját azt állom én, az jó. Van nekem. Akkor jó van. Jó, bazd meg, csak meg írosz csinálja. Nem, hogy hívják? Hek jó lesz? Hát persze. Hát addig kifogja a Sanyi. A tiszai hekket. A tiszai hek. Hol van a Sanyi? Ott van elbújva a üzőt. Ott a, azon a fehér széken ül. Bazen meg kell keresnem, hogy volt egy tárcám a horgászládámhoz, és azt elfelejtettem elvinni múltkor is. Kapásod van. Hallod? Kapásod van. Kapásod van. Kapásod van. Mondom, hogy kapásod van. Na. Megvan. Remélem kicsi. Biztos, hogy kicsi, hát egy DV-re megyünk most. Itt van. És látod, hogy nem kellett bedobni? Ez a féder! A csalim! Tessék! Ananász kókusz vaszter! Ananász kókusz vaszter, tessék! Csavikám! Várjál, most nagyítsatok már, nagyítsára, mert itt a Dávid. Ananász kókusz. Pazd meg, Sanyi! A kis and dipping. Kiss the fish. Kiss the fish. Csali, gyerekek, azt próbáljátok, használjátok. Na, holnap csinálunk olyan reklámfilmet, befostok. Ezt főszereteljük? Hát főszereteld. Hova rakjam? Ahova akarod. Várjál, de nem tudok vágni. A hálóba kéne rakni. Hát miért nem akarod felszetelni? De ide basszam le. Hát miért? Csak figyelsz, hogy a macska el ne vigye. Jó, oda lebasztam addig. Jó. Oké. Okay. De üss fejbe, mert ez belemegy a vízbe. Nem megy bele. Addig ficánkol. De felőlem a tűzbe is rakhatjuk. Csak kellene só meg paprika. Mi? Ebbe a vödörbe rakhatom? Hát a te vödöröd. Ja, abba meg pláne. Ebbe lehet? Berakhatom ebbe a vödörbe, hát a te vödöröd. Nem az én vödöröm. Na, összejött a kókusz. Igen, amúgy a sötétben ti nem látjátok, de a Sanyi az éppen a vízben próbál megfogni. Ez az. Vezetek Zoltánat, hogy mondanám. De csak azért, mert én most élőztem, és nem kellett átadni a telefont, ugye? Na, persze. Na jó, jó sötét van ezzel a kamerával. Na jó, van, gyerekek, én elbúcsúzok. Kapcsolni, hogyan lehet? A holnapi akcióra, és akkor holnap találkozunk. Oké, rendben, akkor holnap live-azunk megint. Na, azért figyelek titeket. Duálba benyomjuk a kamerákat, hallod. Oké. Na, sziasztok, holnap találkozunk. Szia. Szia, Sanyikám. Szia, Zoli. Szia, Zotya.
Sziasztok mindenki! Várj, nem tudok kilépni, bazd meg. Hogy kell? Sose tudsz kilépni, csak meg kell nyomni felül azt a izét, azt a over gombot. Milyen over? Hát ott nincs olyan. Egy X van. Megvan. Csak megtalálta. Ott van a tévé előtt. Na, 23%-on vagyunk itt az akkumulátorról, úgyhogy mi most éppen elbúcsúzunk. Eddig tartott a TikTok műsor. Holnap folytatjuk innen a vízpartról. Láttatok szép nagy halakat! Úgyhogy minden megvolt. Sziasztok!